A György utca elején beszélgetünk, alpolgármester úr, milyen felújítások elé néznek az utcában lakók. Idén végre el tudtuk kezdeni a Dózsagyógyó utcának a járda felújítását. Azt mondhatjuk, hogy nem csak járda felújítását, hanem egy komplet járdatest fog épülni a Dózsa utcának a Tüskevár köz- és a Patak utcai közötti szakaszán. Régóta várt fejlesztés ez, azért is fontos, mert a gyerekek ezen az úton és az úttesten tudta csak közlekedni eddig az általános iskolába, és most már, hogyha megépül ez a járda, a járdán tudnak biztonságban sétálni és megközelíteni az iskolát. A járdafelújítás, járdaépítés egyébként tartalmaz csapadékvízelvezetési feladatokat is, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez egy komplex beruházás, remélhetőleg néhány héten belül befejeződik. A Józsefegy utcáról ide esőzésnél leszalad a víz. Ennek a problémának a megoldására terveznek valamilyen megoldást? Igen, nagyon nagy gondot okoz ezen a szakaszon a víz, és amint említettem, a járda az csapadékvizevezetési munkákat is tartalmaz a járdaépítés. A Józsefegy utca szintén idén elkezdődik, a Józsefegy utcának a felújítása. A Felsővár utcától az első 150-200 méteres szakasz, fog felújításra kerülni, és utána pedig a lakókkal egyeztetve tudunk csak tovább haladni, mivel a csatornához is hozzá kell nyúlni, és ehhez a beruházáshoz a lakókat is majd be kell vonni, át kell velük beszélni, hogy miként történjen ennek a szakasznak a felújítása, és szakaszosan a Józsefhegy utcát szeretnénk felújítani a következő években.